Május elején a rektorok már dönthettek a hallgatók visszatéréséről az egyetemek épületeibe. A tapasztalat azonban azt mutatta, hogy a vidéki felsőoktatási intézmények maradtak a digitális oktatásnál és vizsgáztatásnál. A részletekről a mai adásunkban hallhatnak, előbb azonban nézzük a további témákat. Üdvözlöm Önöket! Digitális vizsgák. A megyei felsőoktatási intézmények maradtak a távolléti oktatásnál. Újjáélesztendő turizmus megszűnt állások, Vásárosnaményben a munkahelyek megtartására kellett a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Fürdők, hamarosan nyitnak a nyíregyházi strandok is. Bár lehetőség lett volna visszatérni a hagyományos formájú oktatásra az egyetemeken, a legtöbb intézményben, így a Nyíregyházán működők esetében is, a szorgalmi időszak utolsó heteiben is maradt a távoktatás. A vizsgák és záróvizsgák lebonyolítása kapcsán ugyanakkor komoly változásokról születtek döntések. Március közepén az egyetemeken is digitális formára váltott a képzés. Bár május 4-től a rektorok már dönthettek a hallgatók visszatéréséről az épületekbe, a tapasztalat azt mutatta, hogy a vidéki felsőoktatási intézmények jó része fenntartotta a koronavírus járvány miatt elrendelt távolléti oktatást. Ugyanez volt a helyzet a Nyíregyházi Egyetemen is. A vezetés úgy ítélte meg, hogy jól működött a digitális forma, így nem akarták felborítani ezt a rendszert. Másrészt az állami rendelkezés szerint a hallgatók nem költözhettek vissza a kollégiumokba, a bejárás ugyanakkor sokuknak okozott volna problémát. Noha tehát a szorgalmi időszak végén nem történt változás az előző hónapokban megszokotthoz képest, a napokban elkezdődött vizsgaidőszak lebonyolításán már módosítani kellett az egyetemen. A vizsgákat online módon fogjuk megoldani a alsóbb éves hallgatóknak. A záróvizsga az egy picit módosulni fog. Ott személyes jelenlétet igénylő vizsgát fogunk tartani. Természetesen a megfelelő egészségügyi óvintézkedések betartása mellett, ami azt jelenti, hogy eleve csökkentettük a bizottsági létszámok számát, tehát a korábbi 3 vagy több vizsgabizottsági tag helyett 2 vizsgabizottsági tag lesz, és a bizottság tagjaként működő jegyző az nem lesz jelen a vizsgán, hiszen ő az adminisztratív teendőket látja el, hanem egy másik helyiségben fogja ezt elvégezni, illetve egyszerre 2 hallgató tartózkodhat majd a teremben, ami azt jelenti, hogy egyik készül a feleletére, a másik pedig felel. Ezzel meg tudjuk oldani, hogy mivel 4 főnél több nem lesz egy teremben, hogy a másfél, akár 2 méteres távolságot is tudjuk a kollégáink és a hallgatóink között tartani, illetve kötelezővé tesszük a szájmaszk, a gumikesztyű használatát, és természetesen folyamatosan fertőtlenítjük a termeket. Minden hallgató úgy fog majd bejönni a vizsgára, hogy konkrét időpontot kap, és a vizsgája előtt 10 perccel érkezhet meg az egyetem épületébe. Ezt kollégák, illetve portaszolgálat fogja a beengedést biztosítani. Ezzel el fogjuk kerülni a csoportosulást, illetve hogy feltolódjanak a hallgatók, és kitegyék maguknak annak, hogy egymást elfertőzzék. Amikor meg lesz a vizsga, akkor a hallgató rögtön meg fogja tudni az érdemjegyét, tehát nem lesz ünnepélyes vizsga lezárás a korábbi hagyományoktól eltérően. Ezt is azért tesszük, hogy miután levizsgázott a hallgató, azonnal tudja elhagyni a Nyíregyházi Egyetem épületét udvarát, és szintúgy ezzel is megakadályozva a csoportosulást, és ezáltal a esetleges vírus elkapását. Azok a hallgatók, és ezzel is a vizsgán résztvevő hallgatók számát akarjuk csökkenteni, hogy mind a szakdolgozat és a portfólió védés az tulajdonképpen elektronikus úton lesz, ami azt jelenti, hogy a hallgató feltöltötte a szakdolgozatát,
meg fogja kapni az opponensnek a véleményét, illetve benne a két kérdést, amire neki válaszolni kell. Lesz olyan, ez intézetenként változik, amiről majd tájékoztatjuk Neptun üzenetben a hallgatókat. Lesz olyan, hogy egy prezentációs anyagot kell elküldenie a záróizsvédőpontja előtt, amiben a két kérdésre a választ is megadja a hallgató, és ezt fogja értékelni a bizottság. Úgymond nem kell bejönnie a hallgatónak, és nem kell elmondania, illetve lesz olyan intézet, ahol csak a két kérdését kell majd megválaszolnia, írásban ezt elküldik, ezzel a szóbeli feleletek vagy a vizsgán való jelenlét idejét csökkentjük, tehát csak szóbeli feleletek lesznek, ezzel rövidítjük az időt, illetve azoknak a hallgatóknak, akinek a záróvizsgája nem igényel szóbeli feleletet, csak a szakdolgozat vagy a szakdolgozat és portfólió bemutatásáról és megvédéséről szólna, azoknak a hallgatóknak nem is kell eljönni az egyetemre, hanem ezzel az online formával fogjuk kiváltani az ő záróvizsgájukat. Ez pedig már a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Kara. Menjünk vissza itt is néhány hónapot a múltban. A dékán elmondása szerint bár a távoktatás első napjai sokként érték a hallgatókat és az oktatókat, néhány nap alatt megszokták a már korábban is használt e-learning rendszert. Egy olyan rendszerhez kezdtünk el nagy mértékben kapcsolódni, amely az egészségügyi kar oktatói és hallgatói számára nem volt ismeretlen. Ez az e-learning rendszer a kari sajátosságokból a viszonylag magas levelezős hallgatói létszámból következően már ismert volt eddig is, nagyon sokan alkalmazták, ezért amikor indulni kellett ezzel a rendszerre, nem voltunk igazán bajban, mert nagyon sok oktató, nagyon sok kurzusa már eleve a rendszerben megtalálható volt, ezért a feltöltés, ami egyébként hosszú időt vehetett volna igénybe, számunkra nem jelentett olyan problémát. Nyilván a hallgatói alkalmazkodás egy nehézség, különös tekintettel arra, hogy megszűnt a személyes kapcsolattartásnak az a lehetősége, ami korábban volt, és bizony mind az oktatónak, mind a hallgatónak meg kellett tanulni azt, hogy a távoktatás során az e-learning rendszeren keresztül is valamiféle kapcsolatot fenn kell tudni tartani. Az intézmény rektora május elején a dékánokkal egyeztetett arról, hogy a szorgalmi időszakból megmaradt néhány hétre visszatérjenek-e a hallgatók az egyetem épületeibe. Saját döntési jogkörbe helyezte, melyik karon hogyan folytatódjon az oktatás. Végül az egészségügyi karon sem változtattak, és maradt a személyes találkozás nem igénylő forma. Ennek számtalan oka van. Az egyik az, hogy hallgatók elkezdtek alkalmazkodni ez a rendszerhez, az oktatók elkészítették azokat a formákat, ahogyan a e-learning rendszeren keresztül a hallgató tud vizsgázni, és kialakítottuk a társadalomtudományi képzésekben azt a rendszert, ahogyan a hallgató az e-learning rendszerben államvizsgázni tud majd. Számunkra nagyon fontos az, hogy az oktatók és a hallgatók biztonságban legyenek. Azt látjuk, hiszen korábban is volt e-learninges vizsgáztatás, hogy ez a rendszer alkalmas arra, hogy biztonsággal le tudjuk vizsgáztatni a hallgatókat. Ettől bonyolultabb a helyzet az egészségügyi képzések, egészségügyi felsőoktatási képzések esetében a problémát a gyakorlatok teljesítése jelenti. Mondok egy nagyon egyszerű és jól érthető számot. Egy mentőtiszt hallgatónak ahhoz, hogy záróvizsgára jelentkezhessen, 560 óra gyakorlatot kell teljesítenie a szakmában. Az 560 óra március 12-i dátummal természetesen nem sikerülhetett, körülbelül 40%-os teljesítési arány mondható általánosságban véve a hallgatóknál, de egyedi eltérések természetesen lehetségesek. Mivel ezeket a gyakorlatokat a hallgatók nem tudták teljesíteni, esetükben külön kellett szabályozni a záróvizsgák feltételeit és lebonyolítását. Ennek érdekében az elmúlt hetekben szakmai egyeztetés folytattak a kórházzal, a mentő és védőnői szolgálattal is közösen dolgozták ki, hogyan tudnák pótolni a végzős hallgatók az elmaradt gyakorlatokat, hogy nyár végére ők is megszerezhessék diplomájukat. Sok dolgot kellett átértékelnie a koronavírus járvány miatt Vásárosnamény önkormányzatának. A biztonság megteremtése mellett a munkahelyek megtartására kellett a legnagyobb hangsúlyt fektetni az elmúlt időszakban.
A Tiszaparti város vezetése számára a turizmus újjáélesztése lehet a közeljövő egyik legfontosabb feladata. Az elmúlt két hónap nehézségeiről Filip Sándort, Vásárosnemény polgármesterét kérdeztük. Polgármester úr, a közelmúlt nyilvánvalóan új feltételeket teremtett Vásárosnaményban is. Hogyan lehetett ezt a megváltozott helyzetet jól koordinálni a városvezetésnek? Röviden elmondhatjuk, hogy nagyon szép 2020-as évről lámodott mindenki, és úgy is indult, hogy fölépítettük a rendszerünket, elkészült a költségvetésünk, és optimistán tekintettünk a 2020-as évre. Nyilván ez most sincs másként, hiszen az elmúlt két hónap megmutatta azt, hogy milyen az, amikor egy ország, amikor egy megye, amikor egy térség, amikor egy kisváros összefog, és odafigyel azokra a kormányzati döntésekre, és próbálja azt betartani és betartatni, amely kapcsán a nehézé vált életet is élhetővé próbálja tenni. Arra ügyeltünk, hogy az intézményrendszerünket tudjuk abban a csökkentett üzemmódban is üzemeltetni, amely a munka végzéshez szükséges olyan területeken, hogy az élet ne álljon le és ne tudjon leállni teljesen, hiszen tudjuk azt, hogy hallhattuk miniszterelnök úrtól is, hogy ha munka van, akkor minden van, és erre építettünk mi is. Odafigyeltünk arra, hogy az óvodák, bölcsődék első perctől üzemeljenek csökkentett üzemmódban a kormányrendetben fordulnak megfelelően az egészségügyben és a rendvédelemben dolgozó szülők gyermekeire kiemelten felügyelve. Kiemelném a humán család segítőink, a humán szolgáltató központunknak a munkáját, ahol idősek otthona is működik, itt fokozott figyelem és ellenőrzések sora volt a bent lakók érdekében forratosítva, ennek is megfeleltünk közben, mivel a városban voltak pozitív teszttel élők, akik szerencsére most már megnyugodtak, felépültek, ezért város nagyon speciális helyzetben volt, hiszen még sokan, sok helyen csak hallottak arról, hogy pozitív koronateszt, mi ezt megjöttük is, és innen is jó egészséget kívánok a felépülőben lévő volt betegeinknek, akik most már tényleg elindultak az egészség útján. Láttuk azt, hogy a gazdasági szereplőkre is milyen nehézséget ró a kialakult helyzet, épp ezért a foglalkoztási osztállyal, járási hivatal vezetővel, népegészségügyel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, vizsgáltuk a lehetőségeket, persze odafigyelve a saját rendszerünkre is, hiszen a közfoglalkoztatásban lehetőségeinket szélesítenünk kell, hiszen ez a lehetőség most újra egy olyan nyitást eredményez, amelyre már nem nagyon számoltunk, hiszen 530 közfoglalkoztatottunk volt valamikor 4-5 évvel ezelőtt, ez a létszám 180-ra csökkent, most úgy látjuk, hogy valamelyest ez az óra is nyílni fog, de azon vagyunk, hogy aki dolgozni akar, annak tudjunk lehetőséget biztosítani. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy nem állt le az élet. Vásárosnamenyben a beruházásaink, topos fejlesztéseink, dinopos fejlesztéseink mindig jó úton haladnak, sőt, amiket elkezdtünk a nyerőből, parkoló kialakítását és egyéb repülésrendezési elképzeléseinket, ugye a Tiszaparton, mint a város különböző pontjain, ezeket mindig megvalósítjuk, erősítjük a Szilva wellness és termálfűrítés, hiszen látjuk azt, hogy a turizmus lesz az első olyan pont, amelyben el kell mozdulnunk, hiszen Vásárosnemény a berek szíve egy dologra törekedhet most, ami nem más, mint nagybetűkkel írva a biztonság és az emeltetés, biztonságossá tenni Vásárosnemény a bereket, és ezáltal minden ide érkezőnek garantálni azt, hogy ha lehetőségei engedik, elindul újra az élet, akkor a szabályokat szigorúan betartva próbáljuk meg élhetővé tenni a mindennapjainkat. Részben már érintettük a foglalkoztatások alakulását. Sajnos amellett nem lehet elmenni szó nélkül, hogy sokan maradtak munkanélkül, vagy kerültek nehéz helyzetbe az elmúlt hetekben. Hogyan küzdöttek meg a vásárosnaményi vállalkozások a nehézségekkel? Kellett-e drasztikus lépéseket meghozniuk a dolgozók munkavégzésével, vagy létszámával kapcsolatban? Úgy hiszem, hogy a legnehezebb helyzetben, most a legsősebb helyzetben a volt Bőrvin ruha gyára, mostani ARI ruha gyár van, amely nagyon komoly fejlesztés előtt állt, hogy most megtorpanni látott, de hiszem azt, hogy ez a folyamat is újra gondolásra kevés újra lehet, majd ott egy 550 fő foglalkoztatása sérült olyan mértékben, mint egy 300 fő tud jelenleg is még maszkokat gyártani. Nyilván én szorítok azért a 250 emberért is, akik jelenleg kényszer pihenőt
készítenek, és a gyár vezetése pedig azon munkálkodik, hogy kormányzati segítséggel ugye tudjanak indulni. Itt a helyi mikro, kis és középvállalkozások helyzete igen nehéz, nyilván kiemelten a napfényemot tudom kiemelni vezetővel többször egyeztetünk, de azt is látom, hogy a nagyok épp az imént beszéltem a Szűzkozó vezetőjével, az egyik igazgató hölgyel, aki megerősített abban, hogy a termelésen látszik a visszaesés áprilisban, de most egy folyamat előre mutatóan, pozitívan elindult, hiszen itt OSB-ra gyártással foglalkoznak, a raktárakban megfelelő készítár rendelkezésre, az értékesítésre, a termelés még a csökkentett üzemmódban is, de működik. Azt is látjuk, hogy a Kisbé logisztikai központja mellett egy nagyon komoly rendszer épül ki. Itt nyilván a élelmiszeriparban, tehát a vendéglátósaink azért nagy visszaesést is tapasztalhattak. Látjuk persze azt, hogy a étel kiszállítása az azért valamilyen szinten egyfajta nulla közeli állapotot is hozhatott volna, hogyha megvan mellette persze az, hogy be lehet ülni, és a régi rendszerint üzemelhetnek, nyilván a szabályokat mindenki betartotta, és ez egyfajta megvételcsökkenéshez vezetett. De azt is látjuk, hogy a meglévő beruházásokat, és ezt örömmel tapasztalom, amikor a várost járom és napi kapcsolatba kerülök a vállalkozóinkkal, hogy a fejlesztéseket mindenki optimistán kezeli, még egy picit meg is torpant ez egy-két hónapra, ez a folyamat már a múlt héten újra gondolásra került, és látom azt, hogy telephelyfejlesztések és bővítések elindulnak, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy az élet minél hamarabb visszaálljon a régi kerékvágásába. Ezt a gondolatot folytatva, ugye az elmúlt hetekben már fokozatosan érvénybe léptek különböző enyhítések. Ezekre reagálva milyen döntéseket hozott az önkormányzat? Mire lehet számítani a rendezvények megtartásával kapcsolatban? Mi, amikor Husvit táján ezeket a változtatásokat és lehetőséget kaptunk ezek meghozatalára, akkor azon voltunk, hogy minél kevésbé sérülnek a lakossági érdekek, de azt is tudjuk, hogy itt is a biztonság volt az első, ezért elsősorban a turizmus fékezésére tudtunk nagyobb figyelmet szentelni, illetve amikor a boltok korlátozására is lehetőség volt, akkor ott az idősebb korosztálynál a üzletek tulajdonosaival, vezetővel egyeztetve a 9-től 12-ig tartó időintervallumot egy hétvégére 10-től 12-ig változottuk meg. Ez azt jelentette, hogy a 65 év fölöttiek 2 órát kaptak, és ezáltal a 65 év alatti korosztálynak nyílt meg 1 órával hosszabb idő a vásárlásra. Ez egy hétvégén működött, csak aztán láttuk a korosztályi törekvés, miszerint a 9-től 12 óra lehetőség szerint maradjon az idősebb korosztály, úgyhogy mi sem nyújtunk ehhez hozzá. Ugyanakkor nagyon és mérehatóan és többször is felhívtuk a lakosság figyelmét a szabály betartására, a másfél méteres távolságtartásra, a 15 perces időintervallumban történő beszélgetésekre maximálisan, illetve a rendezvényeket abszolút mi is eltöltük, és épp most nagyon örülök a hívásotoknak, hiszen indult volna a beregi ünnepi hét. E kapcsán nyilván ez elmaradt, de majd a helyre kerülő szinten csendesen minden. Ugye tudva lévő, hogy vásáros lenni a Bereg szíve, Bereg százszal párhuzamosan és együttesen, testvértelepülésével együttesen minden esztendőben megrendezi a Bereg ünnepi hetet, és a páros év az a vásáros lenni helyszíni, mivel a páratlan a Bereg százszíni, de hát nyilván megszületik majd a kompromisszum, és majd ez is a helyére kerülő, de az a sok-sok esemény, sok-sok rendezvény, amellyel ide vártuk volna azokat az embereket, akik megkedvelték ezt a kisvárost, a Bereget, ezzel együtt egyénket, és akik szerettek volna ide ellátogatni, de várjuk őket majd a jövőben is. A magyarországi fürdőkben jövő nyárig biztosan nem lehet számítani a korlátozások teljes feloldására. A hamarosan nyitó fürdőkben a korábbi vendégszámnak körülbelül csak a felét lehet majd beengedni, és kizárólag a szabadtéri medencék üzemelhetnek. Ezek mellett számos biztonsági intézkedést is be kell tartaniuk az üzemeltetőknek. Amik most nyitva lehetnek, azok a szabad téri fürdők, hogyha most ezt a gyakorlatra le kell képezni, ez mondjuk a tófürdőt jelenti, illetőleg a parkfürdőt, amik kinyithatnak korlátozások mentén. A zárt terű fürdők, tehát úgy, mint a Júlia fürdő, az Akvárius élményfürdő, illetőleg a
fürdőház és a gyógyászat sem nyithatnak ki, úgyhogy ezekkel most nem tudunk számolni, de bízunk benne, hogy hamarosan ezekkel kapcsolatosan is könnyítések érkeznek. A szabadterű fürdőknél is nem kevés fejtörést és feladatot okoz a szolgáltatóknak az, hogy eleget tegyenek annak, hogy meg tudjanak felelni a kritériumoknak. A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Fürdőszövetség is adott már ki javaslatokat ezzel kapcsolatban a terápiakban, de a héten megérkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központtól is az ajánlás, ami egyébként jellemzően azokat tartalmazza a tisztifőorvos aláírásával, amiket a Fürdőszövetség és a Turisztikai Ügynökség már megadott, hogy gyakorlati részére térjünk. Ugye a bejáratoknál nyilvánvalóan felfestéseket kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a 2 méteres védőtávolságot már a sorbanállás, a pénztáraknál való sorbanállásnál biztosítani kell a vendégek számára, tehát az elkülöníthetőséget, ha üdőpad van, azokon is ki kell jelölni ezeket a védőtávolságokat. A pénztáraknál, bejáratoknál mindenütt ugye kézfertőtlenítő automatákat kell elhelyezni, a pénztárosainkat is védenünk kell, ugye egymástól is, tehát hogyha egy munkaállomáson, egy légtérben dolgoznak, akkor ott köztük is meg kell, hogy legyen a kellő védőtávolság és a plexi, illetve a vendégektől is ilyen formában el kell őket választanunk. Van egy korlátozás, ami arra vonatkozik, hogy vízfelület tekintetében, tehát az aktívan használt vízfelület, mert ugye nem is lehet minden medencét megnyitni, csak a forgató, vízforgató rendszerű medencéket lehet megnyitni, a töltőrítő rendszerű medencéket nem szabad most megnyitni. Ezek jellemzően, hogy ezek a töltőrítő rendszerű medencék egyébként a gyógyvizes medencék, és ugye a megnyitható vízfelületre kell számolni, úgyhogy mindenkinek 4 négyzetméter vízfelület jusson a medencében, tehát ezt, hogyha összeadjuk, akkor mondjuk a parfürdő tekintetében, hogyha a termálvizes medencéket nem nyithatjuk meg, akkor mondjuk egy olyan 800 főt jelent körülbelül, aki a vízben ugye tartózkodhat és vízfelületet nekik biztosítani. Tehát ez mondjuk az egyidejű befogadó képességét mindenkinek azért erősen korlátozza, és szabad térben is rendelkezésre kell, hogy álljon mindenki számára, mondjuk a parfürdőben 16 négyzetméter. Tehát nem egy család számára, hanem még a családokon belül is minden főnek meg kell, hogy legyen a 16 négyzetméternyi területe. Na most hála Istennek a parfürdőben ezt tudjuk biztosítani, ezzel nincsen baj. Más a helyzet, egy kicsit másabb a szabályozás a természetes vizeknél. Értsük ez alatt mondjuk Nyíregyházán a tófürdőt. Ott ugyanúgy például meg kell, hogy legyen mindenkinek a saját 4 négyzetméter vízfelülete, ami hogyha a tavat veszem figyelembe, akkor ott van 4000 négyzetméterünk is az úszás vagy a fürdőzésre lehatárolt területen belül, tehát ott ilyen szempontból akár 1000 embert is be lehetne engedni. De már más a helyzet a termál medencében, ami a tófürdőn üzemel és a gyerekmedencében, mert ott is ugye a 4 négyzetmétert biztosítani kell mindenkinek, tehát ez azoknak a medencéknek a befogadó képességét azért korlátozza, és az ilyen területeken pedig a szabad tér tekintetében már 20 négyzetméter per fő területet ír elő a rendelet, úgyhogy azért nagy számogatások vannak, ráadásul még ezeknek a természetes fürdőknek, lásd a tófürdőnek az egyidejű befogadó képességét ugye a mozdó WC-k száma is meghatározza, tehát egy elég bonyolult számításról van szó. Most mi ott úgy készülünk, hogy mobil WC-ket szeretnénk elhelyezni, hogy az egyidejű befogadó képességet megnövelhessük az egyéb korlátozások figyelembe vétele mellett is. Tudni kell a vendégeknek, hogy természetesen a rájuk nézve is lesznek kötelező érvényű szabályok. Ez olyan például, hogy medence használat előtt kötelező lesz mindenkinek a zuhanyzás. Egyébként is javasolt az előzuhany békeidőben használata. Itt most a szappanos előzuhany mindenképpen kötelező lesz. Erre oda kell, hogy figyeljünk, illetőleg hát az úszómester kollégák korlátozhatják is majd egy időben a medencébe belépő vendégek számát, tehát mondjuk a medencére a parfürdőben, ha számolunk, annak van egy olyan kb. 1200 négyzetméter vízfelülete, 1100, tehát ott mondjuk egyszerre 270 fő letartózkodhat majd nagy vonalakba, hogyha 4 négyzetmétert biztosítani akarjuk mindenkinek. Ezt kötelesek leszünk számolással biztosítani. Jellemzően nem is szokott egyébként több ember abban a medencében tartózkodni, a partján még szoktak napozgatni, de itt bizony majd azért egy kis plusz munkát igényel, és a vendég részükről, illetve a kollégáink részéről ez a szabályoknak a betartása, betartatása, a vendégek részéről pedig egy nagyfokú megértés, de hát én azt gondolom, hogy ahogy eddig viselkedett a társadalom ezzel az egész járvánnyal kapcsolatban, én úgy vagyok vele, hogy szerintem ezeket a szabályokat fogják tudni majd értelmezni és elfogadni a gyakorlatban is. Egyébként is egy általános strandinapon úgy néz ki, hogy aki jegyet váltott, nem mindenki van a medencében, mert nagyon sokan napoznak, büféznek,
röplabdáznak, tehát jellemzően úgy van, hogy mondjuk a 60% a parton van, a 40% a vízben, úgyhogy azt gondolom, hogy a nagy fennakadás ebből egyébként nem lesz. Természetesen a vendéglátótereknél is, bérlőinket is tájékoztattuk ezekről az ajánlásokról, tehát nekik is fertőtlenítőszereket kell, majd az agolókat kell elhelyezni, nekik is ugye szükséges lesz biztosítani a teraszokon érvényes távolságokat. Úgyhogy ez most egy fokú és összehangolt munkát és odafigyelést igényel mindenki részéről, de hát azt gondolom, hogy a biztonság az mindenképpen az első, ami szempont kell, hogy legyen, és hát a járvány megakadályozása, vagy a további terjedésének a megakadályozása. Eddig úgy gondolom, hogy jó vizsgázott ebből a magyar lakosság. Nem biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben is hasonlóan fognak majd eljárni. Ugye nagyon fontos, hogy a leállás után az előírások szerint a medencéknek, a leürített medencéknek, ugye nálunk sem volt víz a medencékben, a csőrendszerét egy sok fertőtlenítéssel kell hát újra működésbe behelyezni, ami azt jelenti, hogy egyébként normál működés, normál időben 0,2 és 0,5 mg per liter a klórszint a medencék vizében, ez biztonságosan alkalmas arra, hogy fertőtleníthessünk. Na most ez a sok fertőtlenítés, az azt jelenti, hogy 50 mg per liter mennyiségű klórral kell, hogy menjünk a sok fertőtlenítés esetén, tehát egy 100-szoros dózisra kell növelni a klórnak a mennyiségét, ezt természetesen megtesszük, és utána is a medencékben, tehát a vízforgatásos medencékben 0,5 mg per klór szinten, tehát ez a felső szinten fogjuk tartani a klór szintet, ami ugye biztonságos minősített, és hát a koronavírus azért a vizsgálatok szerint ezen a klór szinten szinte azonnal elpusztult, a külső szétszedi a klór, úgyhogy ilyen szempontból is biztonságos. Ugye, ahogy említettem, a töltődítő rendszerű gyógyvizes medencéknél van egy kis érdekesség, mert azt klórozni nem lehet, mert hogyha klórozzuk, akkor ugye azzal a klórral a gyógyvíznek azokat a szerves alkotó elemeit gyakorlatilag inaktiváljuk, amelyek ugye gyógyvízé teszik azt a gyógyvizet. Na most erre hála Istennek van egy OTH engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer, amit most az ANTSZ-szel mi is egyeztetünk, és ezt szeretnénk rendszerbe állítani. Annak érdekében, hogy például a parfürdő termál medencéi is működhessenek. Ez a fertőtlenítőszer, ez nem változtatja meg a gyógyvíznek az összetevőit, nem inaktivál, magyarán nem ölnek benne semmi olyan hasznos anyagot, amit az emberi szervezet számára is hasznos, úgyhogy bízunk benne, hogy erre is megkapjuk az engedélyt még a tervezett nyitásig, és akkor a termálmedencék is rendelkezésre állnak a vendégek számára majd a parfürdőben, ha ezt megkapjuk. A tófürdő esetében is van ugye egy melegvizes medencénk, de az nem gyógyvizes medence, hanem termálvizes medence, az egy vízforgatásos medence, tehát ott ilyen szempontból nincsen probléma az, amikor nyitunk, az a vendégek rendelkezésre tud állni majd garantáltan. Önök a Kölcsey Televízió 35 perc című műsorát látták, köszönjük a figyelmet, további szép estét és kellemes televíziózást kívánunk!